Híradónk vendége Törőcsik István, karcagi zenész, aki pedagógus munkája mellett folyamatosan töri a fejét az új zeneszámok, klippek megalkotásán. Hogy most min is dolgozott, azt tőle kérdezzük meg. Mai vendégünk Törőcsik István, zenész. Mivel Pistivel régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk az interjú ideje alatt is. Szerbusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm, üdvözlöm a kedves nézőket. Mesélj egy kicsit magadról, mit lehet tudni rólad? Tulajdonképpen én egy 32 éves, nem túl idős személy vagyok, aki a mindennapi életben kenderesen kollégium igazgató. Emellett félig hobbiként, félig próbálok azért a profizmus felé irányulóan, de zenészként is tevékenykedni. Hogyan jött a zene az életedbe? Maga a zene az már gyerekkoromban nagy vonzóerődnek számított. Nagyapámnak a régen kis összekuporgatott pénzéből lévő ágyát szanaszét ugráltam például, vagy már dobolgatni kezdtem a régi puffokon, és hát ugye egyértelmű volt az irányvonal, hogy én inkább a ritmus szekció fele fogok orientálódni a későbbiek során. Ebből azonban csak olyan 16 éves koromban lett valamikor, túlkorosként felvételt nyertem a helyi zeneiskolába, és akkor ott 4 évet eltöltöttem, majd utána még 3 évet magántanárnál tanultam, és hát mellette megépítgettem a saját zenekaromat. Milyen hangszeren tanultál? Én dobon tanultam zenélni elsősorban. Ugyanakkor van néhány másik hangszer is, amit úgy az idők folyamán egy kicsit autodidakta módon a zeneszerzés miatt megtanultam. Ilyen például a basszusgitár, vagy egy minimális szinten a zongora. A kezdeteket követően hogyan folytatódott a zenélés? Az egész ez valahogy úgy indult, hogy úgy cseppentem én ebbe a zenei életbe bele, hogy volt egy évfolyamtársam, akinek segítettem még annó a gimnáziumban énekórán a kétkezes ritmus gyakorlatot eljátszani, és mondta, hogy te dobolsz, mondtam, hogy hát gondoltam már rá, de úgy nagyon nem. Azt mondta rögtön rá, hogy nekem lesz egy zenekarom, mindenki most tanul játszani, gyere te is, és akkor megvan a dobos. Jó, így körülbelül bele is csöppentem a dolgokba, és akkor ott megtörtént a leosztás, hogy akkor te leszel a dobos, a gitáros, a basszusgitáros, stb. Holott még előtte életünkben nem láttunk ilyen jellegű hangszereket ilyen test közelből. És hát elkezdtünk ugye zenélgetni, hát nyilván az első próbálkozások olyanok voltak, amilyenek. De úgy nagyjából 2006 körül kezdődött el komolyabbra fordulni a dolog, és 2012-ig működött egy nagyon szoros baráti kapcsolatból a jelenlegi zenekarnak az elődje. Majd utána egy bő fél év, háromnegyed éves szünettel egy letisztultabb változat vette kezdetét, ez már Braindrain néven futott, és 2013 óta hivatalosan úgy tekintjük, tehát 2013 óta a Braindrain nevű formációban vagyok dobos, meg énekes is egyben. Milyen stílusban játszik a zenekar? Nagyon sok stílust képviselünk. Mondhatom azt, hogy inkább a stílus határokat feszegetjük, mert van egy alapvető koncepciónk, hogy a rock és a metal. Ugyanakkor nem vagyunk restek populárisabb irányt sem mellőzni a zenéinkből, illetve hajlamosak vagyunk olyan jellegű elektronikai megoldásokra, és amik mondjuk egy rockzenekarra azért nem feltétlen jellemző. Saját szerzemények születtek már? Kizárólag saját szerzeményeink vannak. Egyetlen egyszer készítettünk a tavalyi évbe egy feldolgozást, a KFT zenekarnak a Bál az Operában című dalából, de ezt leszámítva kizárólag saját szerzeményekkel törődünk csak. Mik a témáitok, és hol szoktatok megmutatkozni? Leginkább az emberi kapcsolatokból adódó problémákat, illetve hullámvölgyeket szoktuk a zenénkbe megmutatni, vagy megzenésíteni, illetve most a jelenleg készülő nagylemez, tehát a legújabb nagylemezünknél már egy sokkal szélesebb skálát fogok ezzel reprezentálni. Például ilyen
átvitt értelemben írok a saját életemről, hogy milyen nehéz megtalálni az embernek a saját útját, és sokszor mennyi lemondással, meg minden egyébben jár az, hogy tulajdonképpen el is érjük ezeket. Az pedig, hogy hol szoktuk magunkat megmutatni, nagyon változó. Szerencsére a kezdetek óta azért nagyon nagy irányú előrelépés történt, tehát nem csak helyben, illetve mondjuk 15-20 kilométeres körzetben tudjuk magunkat megmutatni, hanem országos szinten, sőt most már az utóbbi években sikerült az ország határokat is átlépni, és nekünk elsősorban Szerbia, illetve Románia az, ami úgy igazán bevált és igazán elindult olyan irányba, hogy azt tudjuk mondani, hogy nekünk különösen meg is éri ez. Hogyan fogadnak benneteket ott kint a rajongók? Nagyon érdekes a dolog, mert óriási szeretet övez bennünket körül. Biztos benne van ebben az is, hogy ugye a kint ragadt magyarság is benne van, de ugyanúgy akár a szerbekkel, akár a románokkal is nagyon-nagyon jó viszonyunk van. Nincsenek atrocitások, mondjuk mi elsősorban olyan klubokba megyünk, ahol ilyen, tehát mit tudom én, nemzeti hovatartozásból adódóan nincsenek atrocitások, mindenki barát, és mondhatom azt, hogy mindenkit ugyanúgy szeretünk, és ugyanúgy tisztelünk. Pontosan ezért, ha külföldön játszunk, akkor angolul is szoktunk játszani, azért, hogy a külföldi közönség is megértse azt, hogy mi igazság szerint mit is képviselünk. Említetted, hogy ugye kollégium igazgatóként dolgozol, és mellette van a zene, mint hobbi. Tudsz-e hatást gyakorolni az ottani gyerekekre? Hogyan tudod esetleg a mindennapokba bevinni a zenét? Hogyan tudod színesíteni a kollégiumi életet? A kollégiumi életben valahogy úgy működik ez a dolog, hogy mindig vannak rendezvények a kollégiumon belül. Most például legutóbb itt a karanténos időszak előtt volt egy kollégiumi farsang, és a kollégiumi farsang keretein belül játszottam a gyerekeknek ott élőbe egy dalt. Nyilván úgy, hogy zenei alapot vittem, tehát igazság szerint csak egy basszusgitárt vettem a nyakamba, és arról játszottam, a többi hangszer az alapról ment, és ott játszottam egy dalt nekik, ami természetesen óriási siker volt, ugyanis hát nem egy megszokott dolog az, hogy mondjuk egy kollégium igazgató így rockzenét játszon a fiataloknak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ott, mikor mindenki beöltözik és valamivel megmutatja magát, akkor én is részese akarok lenni ennek a dolognak, és én is természetesen a gyerekekkel együtt szeretnék nagyon jól szórakozni aznap este. Én köszönöm, hogy vendégünk voltál, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.